Mekkora az ideális farokméret? Szoktam néha ilyen kérdést kapni. Sziasztok, Jámbor Eszter vagyok, én csinálom a szexsuli.hu szexismeretterjesztő blogot, a hozzá kapcsolódó Instagram oldalt és ezt a YouTube csatornát. Ebben a videóban az ideális farokméretről lesz szó, centik nélkül. Mekkora az ideális farokméret? Valószínűleg csalódni fogtok, mert elsőre az a válaszom, hogy teljesen mindegy. Nem az a lényeg, hogy mekkora a farkad, hanem az, hogy mekkora a szexintelligenciád, vagyis, hogy mennyire tudod használni, illetve mennyit foglalkozol a partnereddel. Ja, és az is elég fontos, hogy attól még, hogy a mainstream pornóban hatalmas farkú férfiakat látsz, senki nem mondta, hogy az minden puncival vagy nem puncival rendelkező álma. Ha szeretnél egy jó választ hallani arra, hogy miért nem érdemes parázni a farok méret miatt, akkor a Netflixen futó Sex Education sorozat harmadik évadának első részét ajánlom, ahol mély vagy tök jó választod erre. A legtöbb nő simán csak úgy magától a behatolástól nem tud elélvezni. Fontos, hogy a csiklói szerepet kapjon. Tehát igazából az a kérdés, hogy mennyit foglalkozol a csiklóval, kézzel, szájjal, nyelvvel, ujjal, és nem csak a farkaddal. Meg van az is, hogy mindenki más méretű. Más méretűek a pasik, más méretűek a csajok. Simán lehet, hogy az előző partneredhez fizikailag tök jól passzoltál, a mostanihoz meg annyira nem. Itt most csak a méretbeli passzolásról beszélek. Szóval nem az a baj, hogyha szerinted kicsi a farkad, hanem az a baj, hogyha lusta szexpartner vagy, és csak a saját magad orgazmusával vagy elfoglalva, a partneredével pedig nem. Volt már hatalmas méretű partnerem is, és kis méretű partnerem is. Egyáltalán nem ezen múlt a szex minősége, hanem az előbbiekben felsoroltakon. Nézzétek meg a többi szexuli videót is, terjesszétek a tudást, kövessetek Instagramon, ott tudtok kommentelni. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videót, gyertek máskor is!